Sajnos a hétvégén két halálos áldozatot követelő tűz volt megyénkben. Holttestet találtak a tűzoltók egy kigyulladt, lakatlan romosházban pénteken Mezőtúron, tájékoztatott a Jásznagykun Szolnok megyei katasztrófavédelmi szóvivő. A rendőr szerint állítólag valami elektromos melegítő volt nála bekapcsolva, csak azt nem értem, hogy az, hogy lehet, hát le van vágva. Tehát az oszlopról áramot nem kap. Mondja a rendőr, hogy nem én tőlem loppa. Na de hát, ha már akkor nálam is lecsapta volna a pirellét. Tehát én tőlem biztos, hogy nem, itt még nem is tudott volna onnan lopni áramot. Semmi szén alatt se. Úgyhogy ne fogadalmam sincs, hogy azt honnan szerezte, de az is lehet, hogy valami akkumulátoros melegítő lehetett, csak ugye a sötétben gondolom ők se látták jól. Egyedül élt, nem volt barátnője, hölgyismerősei, rokonsága se nagyon volt már, mert eleinte télen ott aludt azoknál, de aztán gondolom, hogy azok is betegek lettek, idősek voltak, gondolom én, mert nem ismertem őket. Úgyhogy azóta még teljesen egy szál egyedül van. Németh Ádám elmondta, a földvári úti épületben a felhalmozott szemét kapott lángra. Oltás közben a mezőtúri hivatásos tűzoltók egy férfi holttestére bukkantak. A tűzoltók itt azzal szembesültek, hogy egy romos épület belsejében felhalmozott hulladék, illetve berendezési tárgyak égtek. A mezőtúri hivatásos tűzoltók két vízsugárral fékezték meg a lángokat, munkájuk során egy személyt hoztak ki az épületből, rajta azonban már nem lehetett segíteni, ő a helyszínen életét vesztette. Hogy pontosan mi okozta a tüzet, arra a katasztrófa védelem tűzvizsgálati eljárás során derít fényt. Újabb halálos tűzeset történt Mezőtúron. A tűzoltók egy holttestet találtak egy kigyulladt lakóépületben szombaton kora hajnalban. Néhány órával egy hasonló eset után közölte a Jásznagykun Szolnok megyei katasztrófavédelmi szóvivő. Németh Ádám elmondta, ezúttal egy József Attila utcai náttetős házban csaptak fel a lángok. Mire a mezőtúri hivatásos tűzoltók kiérkeztek, addig nem csak a födémszerkezet, hanem az épület belseje is lángokban állt. A mezőtúri hivatásos tűzoltók fékezték meg a lángokat, és az átvizsgálás során egy személyre bukkantak. Ő sajnos a helyszínen életét vesztette. A tűz keletkezésének okát mindkét esetben hatósági eljárás fogja tisztázni.